Miért tanulj Magyarországon? Többség hisz Istenben, de templomban már sokkal kevesebben járnak. Pityinger László a kormány új főtanácsadója. Osvágy Zsolti élőadásban tálalt ki! Na, egy kis laza hír. Támadás a demokrácia ellen. A bukott elnök Jair Bolsonaro, jól mondom? Akkor... Jair. Jairin. A Bolsonaro. Több ezer híve megrahamozta a brazil törvényhozás épületét. Na, hát igen, ugye ettől tartottak sokan, hogy a, Hogyha nem a Bolsonaro nyer, akkor ő előre bejelentette, mint a Trump, hogy nem fogja elfogadni a választások eredményét, ha nem ő nyer meg ilyenek. Azonban mondjuk nem? Szóval Igen. akkor minek rendezel a választás, ha úgyse fogadod el az eredményt? Nem muszáj. De, de nem az uszálj. akkor úgy kéne, hogy következetes legyen az ember, hogy azt se fogadja el, ha ő nyer. Nyilván ha nem én nyerek, azt nem fogadom el, és akkor ezzel most mit kezdjünk? Ez, ez mennyire? Akkor ez azt jelenti, hogy nem bízik a demokráciában, meg amúgy is, éppen aki hatalmon van, neki több köze van a lebonyolításához a választásnak. Aztán ő nem fogadja, akkor ki fogadja. De amúgy ez tök érdekes volt, elmondtam volna, hogy veszíteni fog. Ez is egy ilyen Trump-Erdogan-Orbán közösségbe tartozó figura volt, és a brazilok leváltották. Hát mindegy, ez Elkezdődött. Egy... Trumpot leváltották, már Bolsonaro-t leváltották. Ki a következő? Hát Erdogán? Erdogánt, Erdogánt később fogják valószínűleg leváltani, mint Orbán, vagy akkor felkelés az Szerokországból. Ott ment, le lehet egyáltalán váltani? De lehet, vannak választások, és most, hát, ő, wow, hogy most nem sokára lesz a választás. Az ellenzéki jelölt, aki de válthatta volna, egy börtönbe zárták Mert Megsértette a kúriát, hogy valami ilyesmi volt. Ne. Azt mondta, hogy idióták, és akkor ezért bezárták börtönbe. két korlát. Ahhoz képest nem tudom, mit sírunk itt. Annyira nem rossz. Annyira nem is jó, mint egy csomó másik helyen, de annyira nem rossz, mint Törökországban, meg Oroszországban. Igen, igen. Annyira nem rossz, mint a Gulágon. Nyilván nem megnyugtató, hogy itthon nem a, nem a nyugat irányába megyünk, hanem inkább a orosz, meg az Erdogán féle világ felé megyünk. Pedig én azt gondoltam volna, hogy Orbán azért de nem, nem ezt képzelte el fiatalon. Változnak az emberek. Azt mondják, hogy időskor az emberek azért sokkal konzervatívabbak lesznek. Hát igen, de ő fiatalon a kommunizmus szerette volna csak megreformálni. Sikerült neki. Sőt, nem kommunizmus, csak gazdaságilag. Hát igen, hát igen, csak rá van írva a tejre, az ára, így szét. Az acskóba bele van égetve. Válságban, akkor le kezeld jobban. De amúgy én nem állítom, hogy én jobban tudnám. De nem az, hogyha én lettem volna a miniszterelnök, amikor jön a válság, és ott ültem volna így tavaly novemberbe, és így mondta volna valaki, hogy féljetse, bazzon, sapkázok már ezeket a, a cuccokat az ilyen alapélem. Lehet, hogy én is jó ötletnek találtam volna. Bár most már ugye árnyék miniszterelnökként erre is gondolnom kell. Úgy, most hogy már az jön... vagy te is? Ezt már múltkor bejelentettem. Annyi talán. legitimitásunk van, mint a Dobrevéknek. Nagyjából. Jó, hát akkor lehetünk mi is állni. Mindenki legyen árnyékminiszterelnök. Az lesz az egyik mörcsünk. Én is Igen. árnyék miniszter vagyok. Mit akartok lenni? Melyik közé árnyékminiszter? Meg ilyen tíreket kell csinálni Igen. a Patreonon. És akkor kapnak hozzá mörcsöt. Árnyék állampolgár az első. <síthat> Vagy mi? állampolgár. Pedig Nem. amúgy ki lehet, ki lehet, azt, mondja, hogy sok tisztséget. Hát most is van mennyi 8-9 miniszter, 16 államtitkár, aki a parlamentből ül, meg még ki tudja mennyi ugye kint. A szogatás az lehet. nagyobb menne nekünk. Na jó, Többség hisz Istenben, de a templomban már sokkal kevesebben járnak Magyarországon. Emberek negyede, ötöde csak karácsonykor vagy más ünnepeken megy templomban, 40% pedig még ilyenkor sem. Bár Magyarországon a vallás felekezetet a választók 7 per 10 7 tizede. 7 így mondjuk. 7 per 10-e katolikus egyháztosz tartozik. Vasárnapi szentmise elvileg kötelező lenne. A társadalmi felmérések szerint csak az emberek 7-9%-a vesz részt heti rendszerességgel szertartáson. Amúgy ez még soknak is tűnik, hogy 7 mikor volt te utoljára templomban? Nem a kérdés, köszönöm. Szerintem valami esküvön. Templomlátogatás templom visszaes, és a tágabb nemzetközi trendbe illeszkedik. Lényegében egész Európára jellemző a vallási aktivitás csökkenése. Akkor erről beszélnek, hogy hanyatlik a nyugat, nem? Igen, de erre mondták amúgy az Ábelék is, az Ábel meg a Gábor, hogy a, a, az, az, ilyen ortodox miséket látogatják jobban, és hogy, hogy a kereszténység pedig nem Európában kap újra erőre, hanem Afrikában, meg Kínában terjed jobban. De ez, ez ők is egyet értenek, hogy ez De inkább ezt, a az a terjedés, meg. más meg a csökkenés. Hogy itt azt mondják, hogy Észak-Európában már annyira előre haladt, hogy a további csökkenésnek sincs sok tere már. Bár Lengyelországban... De... Egyház és kinagyítom... szintén annyira bezuhant, hogy már, -már vallási összeállomásról lehet beszélni. Amúgy ez tényleg érdekes, hogy Krakóban elvileg, amikor én kim voltam, akkor ez volt a sztori, hogy ott a fiatalok ugyanúgy így, nem tudom, elmennek szombaton berúgnak, csak vasárnap reggel fölkelnek és elmennek templomba. És amúgy sokan tényleg így voltak, én is ismertem ott az egyetemen. I itt Magyarországon nagyon kevés olyan egyetemistát ismerek, bár jó, mondjuk Sopronban azért több volt, de a nézetek körül, így magatok körül azért nincsenek sokan, akik egyetemen hétvégén elmennek a templomba. Ez itt egy térkép, hogy milyen gyakran imádkoznak Európában. Legalább hetente egyszer szertartáson kívül Magyarországon csak az emberek negyedé imádkozik. Igen, de az olasz utakon én is imádkoznék. Törökországban sokat imádkoznak. mert ott muszáj. De Magyarország az annyira pedig de nagy Az keres... emberek negyede heti egyszer imádkoznak. Jó, de az képest, hogy mi ezt szeretünk tetszelegni, mekkora nagy keresztény ország vagyunk, az képest nem emelkedik ki itt az imádságok száma. Olyan számokat azunk, mint a Anyatlon nyugat. Jó, de azért tegyük hozzá, hogy Spanyolországba és, és Németországba, <kül> Svájc, hát ezek migráns országok. De akkor ott pont, hogy emelkedik a szám, mert ott mondjuk a, <kül> nem tudom, a muszlimok komolyabban veszik a vallást, ők viszik fel ezt az átlagot. Szóval inkább az lenne az érdekes, mert szerintem, hogyha lenne egy ilyen korosztály szerinti bontás, mert... Van, uh, nem? Na tessék, itt is van. A fekete a soha, az a legrosszabb, az a bűnös, az a pokolra kerülsz, és a piros a legjobban mindennap. minden nap. Nem látod. Hát nincs is, ki az, hogy minden rajta. nap. 0,6, és a fiatalok járnak az minden nap. Hát igen. Mondjuk ez nem El tudom, hogy mennyi do. embert kellett ezt megmérni, hogy, hogy ez így. Meg nem csak az, hanem ki a faszon ér rá, minden nap templomba menni. Nos és nem. az, aki, aki, mit tudom, higgyük. a, a suliban van, mondjuk. Na menjünk akkor egy sorba, és akkor hetente többször, na akkor már fölment 30-49. 1,4 százalék. De én szerintem itt lesz az érdekes, hogy hetente. Itt már azért a 65, 65 év felettiek. Még közülük is csak a 12 százalékuk megy el hetente. A 30 év alattiak közül meg 4 százalék se. Ami még mindig amúgy nekem Igen. soknak tűnik. És vegyük hozzá, hogy ezek az emberek az 50-től fölfelé ők, ők már ugye felnőttek teljesen a kommunizmusban. Tehát, hogy ők az egész ja. neveltetésüket a kommunizmusban töltötték. És úgy járnak ennyien templomba közülük, hogy, hogy ott azért nem feltétlenül ez volt a ez kifizetődőbb dolog. Ha mondta legalább egyszer, csak kivételes alkalom, akkor Yeah. Itt még annál is ritkábban? Én a ritkábban tartozom, szerintem. Én Voltak évek, amikor párszor elmentem egy-egy misére, így meghallgatni, hogy mi történik ott a Calvinon. Csak ön... amikor az Orbánnak szóltam. Az Orbánhoz, az Orbánnak nem tudom, melyik a jó, Segíts! Nem, nem hát akkor mentem, amikor ugye szét, tehát amikor próbáltam volna előrébb lépni ez a kormányzati. Ja, de, nem, de is volt egy időszak, amikor nagyon megnyugtattak így a misék, aztán elkezdtem figyelni, hogy mit mond a pap, és mindig több kérdéssel jöttem ki a templomból, mint amennyivel bementem, és ez már annyira idegesített, hogy akkor így ez így elmaradt. Megint csak ugye az ábelék, amit mondtak, hogy itt ki van mondva egy nagy aranyigasság, és akkor ő neki azt kell visszabefögnie, akármi történik. Így azért igazából kurva mindegy, hogy hova megyek kérdezni. Úgy fogok más választ kapni, vagy, de vagy minden, a, több választ. A, a, azt mondják, hogy egy igazság van, de közben azért nyilván változik attól függően, hogy melyik papot kérdezed. Hát nem biztos, hogy mindegyik jól tud értelmezni az igazságot. De, mindegy, de, 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 ne viccelj, már biztos, hogy nem kapna papír. Lehet, kora. hogy a, lehet hogy a hodászatja mondjuk ugye mást mondana, mint egy, mint egy ilyen nagyon nagy Fidesz hívó Orbán fan. Miközben elméletek egy igazság van, de azt az egy igazságot már a, a aktuális dolgokra már máshogy lehet értelmezni. Ha az aktuális dolgot más színben látod, akkor nyilván más az igaz rá. Hogyha egyik azt mondja, hogy a ne lopja, az megy az Orbánra, de közben a másik pap azt mondja, hogy de az Orbán nem lop, akkor nyilván rá nem kell mondani a ne lopjot, akkor már tök hogy értelmeztük ugyanazt. Hát jó, de ez szerintem más. Meg én nem, nem is feltétlenül az aktuál politikai vonulatait szerettem volna megkérdezni. Hát ez mert... példa arra, hogy hogy lehet értelmezni. Mindegy. Szóval ez a különbség a ritkán és a soha között. Én is voltam templomban még tavaly egyszer bementem, hogy itt forgathatunk, de nem forgathatunk. Az a sohába tartozik, mm. hálám. Nem, isten már te a volt, hogy be, volt, hogy beültem oda, mert kíváncsi voltam, hogy mi van. Hát most, de én, amikor meg általános iskolába jártam, akkor a havi akkor egyszer, meg egyszer meg voltam? Minden nap áll. voltál, nem? Minden nap nem, de havi egyszer volt. Aztán volt hittanunk is, a református hittan az jó volt, mert hárman voltunk, és csak énekelt a református. A reformátusok <tos> azok <tos> ilyen lipsi. De amikor nem volt a, ott a tanár, akkor a katolikusra kellett beülnünk, és akkor ott nekem is voltak kérdéseim, és nem nagyon szerették. után már kiküldtek. Mindegy, nem biztos, hogy föl volt, hogy mondjam, készítve, hogy ilyenekre válaszoljon. De mindegy, az érdekes, hogy azért a, a, 30 év alattiaknak hát elég nagy, tetemes része, több mint fele soha nem volt templomba, és nagyon ritkán jár még. De mondjuk ez is kemény, ez azt jelenti, hogy a negyede az pedig valamilyen gyakorisággal jár. Pont ez, a, amiről beszéltünk, hogyha itt megnézed, ezt ki kell venni. Ez a görbe, hogy minél fiatalabb valaki, annál kevésbé jár ezekre a dolgokra, és lehet azt mondani, hogy vannak még, főleg szekták mondjuk, ahol nagyon erős a vallás, de attól még a trend az látható, hogy a fiatalokat kevésbé vonzza be a templom, mint az időseket. Igen, és ez valószínűleg ugye azt jelenti, hogy akik a fiatalok közül viszont ott vannak, na ők viszont akkor abban a szektában vannak, mert ott viszont ott egy viszonylag kiegyensúlyozott korfa van, mert a gyerekeket azokat azokat. Ja, hát minden, behúzni. valahol minden vallás egy szekta is, csak a azok már régi, régen hát. működő szekták, vagy mi Szé a szektának a definíciója? A mi... Én nem tudom, mi a szektának a definíciója, de szerintem, hogyha nem kérnek tőled pénzt, viszont a lelkedet ápolja, akkor az, az nem szekta. Az egy dolog, hogy nem te fizeted közvetlenül, de mondjuk az állam az adó útján meg befizeted ugyanúgy a templomokat, meg a katolikus egyházat. Jó, de mondjuk nem tudom, el tudok képzelni olyat, hogy mondjuk nem kellett mindenkinek egy ilyen nősi vallásnál befizetni a tizedet. Ja, tehát, hogy amikor volt egy, volt egy remete a hegyen, Csukker. aki ő volt Amíg a nem az állam fizette az az, az előtt. De mondjuk akkor állam Úgy, se volt. Ott Úgy, külön adó volt még az egyházaknak. Mi voltak földjeik, meg viszont üzleti alapon működő téma volt. Igen, még a vallások is jobbak voltak. Mennyország, pokor és túlvilág. Ezekben ki, kik merre hisznek? Szóval de nézzük, hogy Isten Istenben vetett hit az még növekedett is valamennyit, aztán megint csökkent, de amúgy ez így viszonylag stabil, 60 a százaléka a hisz az embereknek is. Igen, Istenben. de itt írja a cikk, hogy itt nem csak Isten van beleszámolva, hanem tehát aki azt mondja, hogy az univerzum ilyen Hawaii Meteor Mother vallásban hisz, az is benne Jó, hát valásban. az is valami Istenben hisz, nem? Valami Igen, csak, Isten, csak vagy csak Istennek mondható. Szófék, hogy nem mondja azt ki, hogy hiszét, hogy Isten, hanem az univerzum. A halál után életben már kevesebben hisz. Mi a franc ez már? Azt. Mit nem értesz? A halál után életben meg úgy látszik, 91-ben a 20% hitt, és most már 40. Majdnem annyian hisznek. Ez azért kemény, nem? Hihetetlen. Reménykednek az emberek. Hát jó van, az is valami. És a mennyország, abban is többen hisznek már. És a pokol. Na Hát abban azért a az a az, pokol az ne, a mennyország az jó dolog. A pokolban nem hiszek. Ja. Hogy lehet hinni a mennyországba és a pokolban Nem, hát ugyanannak a koncepciónak a két oldala, nem? Igen, de ezt ez sírja a cikk, hogy elvileg ugye most ezzel próbálja az egyház megnyerni az embereket, hogy akkor ilyen kis pozitív, hogy van mennyország, és oda be lehet jutni, hogyha jól viselkedsz. És a középkorban meg sokkal inkább a pokol volt az, ami meghatározó volt és akkor az emberek inkább abba hittek. Jó, csak nem értem, hogy mit mond az egyház, csak az, hogy ha te, én hiszek a mennyországba, hogy ott a felhők között, vagy tudom is, én mondom, nesztán nők vannak mindenütt, de hogy izé, akkor valaha mennyire hogy hinnem kéne a pokolban is, mert a mennyország az, a, az egy vallási koncepció, ami a pokollal együtt működik, hogy szóval nem úgy van, hogy az egyikbe hiszek a másikban, nem? Igen, de szerintem az emberek nem nagyon akarnak a pokol. Gondolom, Igen, mert ők mind oda fog jutni. Igen, ezzel lehet összefoglalni, hogy többen hisznek is de kevesebben járnak templomba. A rendszerváltás után azért nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy te így magadtól is gondolkozzál dolgokon, meg legyen valami véleményed, és azzal pedig a vallás is lehet, hogy átment egy ilyen átalakuláson, hogy hogy ugye, ami jellemzően úgy jelenik meg a statisztikai kérdésben, hogy vallásos a maga módján. Mm. Hogy nem azt mondod, hogy nincs Isten, meg nem tudom, de neked nem kell ez elmenni templomba, hogy imádkozzál, hogyha úgy van. Én amúgy ezt pozitív dolognak látom, hogy nincs ott a gatekeepernek az egyház, hanem már így sokkal le lelkibb szintekre ment az egyház, és nem azon, hogy megvan az exact, hogy ez, ez a, ez vallás, ebbe kell hinni, hanem mindenki egy kicsit így valamennyire így a saját képére formálja ezt a vallást, és, és valószínűleg ez így valamennyire nem, nem csak azt a funkciót tölti be, hogy jó, akkor most én félek, hanem az, hogy valahogy nekem egy ilyen lelki támasz. Valahol ezt látom ebben a statisztikában, vagy lehet, hogy csak próbál pozitív lenni. Én szerintem van egy olyan negatív oldala is ennek, tehát nincs meg az a spiritualitás, hogy ami nem tudom, hogy elmész Indiába, és akkor ott, nem tudom, ez a guide csávó, nyilván őnek ez a munkája, hogy eladja ott az ottani ilyen sztorikat, de a majom istennek a történetét, azt úgy mesélte el ott az ősi templomok között, ami nem tudom mennyire ősi amúgy. 1500 környéke óta nem nagyon lakott az a terület, és nem lettek szétbarmolva a templomok. Szóval legalább 5-600 éves templomok körül ott mászkáltunk, és akkor ott mesélte az ábrákról, hogy akkor hogy voltak ezek a történetek. És nem tudom, egy ilyen tök átélhető sztorit így Előadott és izgalmas volt, érdekes volt, nem lettem hindu ettől, de hogy mégis volt egy ilyen, ez így benne van a kultúrájukba, és nekünk meg valahogy sokkal kevésbé átélhetőek ezek a sztorik, pedig amúgy rohadt jó történetek vannak a, a, a keresztény egyházban is. Vannak. Nincsenek mondjuk majomistenek, amik meg tudnak nőni ilyen száz méter Igen, amúgy valósra. a hindu vallásban érdekesebb dolgok vannak. hogy de amúgy valószínűleg az is benne van, hogy nekünk már így a keresztény vallás, az már ismerjük, és ez meg egy egzotikus, különleges dolog, de így a hinduizmus, a buddhizmusban is... nincsenek majomistenek. Hát igen. De most elmész egy ilyen buddha templom, vagy nem a buddhizmusban nem, de a hindu, templomokban ott tényleg mindenféle istenek vannak, mindenféle emberállat keverékek, és tök érdekes ezek a dolgok. Amúgy vannak érdekes történetek a Bibliában, és csak azt már ismered, azt már, az már nem olyan izgi. Neked. Én nem gondolom, hogy főleg ezek az emberek, akik ugye nem is járnak templomban, meg le -e szarják az egészet, szerintem ők nem ismerik. Nekik kell lehetne adni ezeket, csak valahogy... De, jó, akkor nincsenek olyan misztik, vagy olyan uh, fantazira hasonlító dolgok annyira, mint mondjuk azokban. Ott sokkal természetközelibb a vallásuk. Igen. Sokkal része, része vagy csomó olyan dolog, az állatok, meg minden, amiből aztán, aztán mindenféle érdekes dolgot ki Itt a keresztény vallás annyira nem természetközeli. De... Ja, ez tény, hogy et, et, azért el van távolodva. De amúgy én egy, egy, katolikus misén is így át tudom érezni azért ott a misztikumot, hogyha ott nem tudom, ott a tömjén lóbálják. Én bármikor elcserélném egy majomra Jézust. Jó, mondjuk azért Jézus azért jó csávó. Jézus. Jó, Jézus. gondolod nézi... Jézus testre feszes, mint a oké? Okay? Valószínűleg amúgy tényleg csak az is egy nagy plusz, hogy ott még Indiában azért sokkal többen vallásosak, meg sokkal többen mennek ezekre a vallási eseményekre, meg a templomban van elefánt. Nem, amúgy rájöttem, hogy ez lehangoló. A kereszténység lehangoló. Olyan, mint a himnuszunk hogy bemész, és így jaj, csodálkozom, minden, de egy lehangolók a templomok, a festmények, ott az egész jelkép, hogy valaki ki van feszítve egy keresztbe, ez lehangoló. Szomorú, és nyomasztó. Egy Jézus haver Meg az énekek, meg a szertartások mind kibaszott nyomasztó. Például elmész Amerikába, és ott a keresztény egyházon belül is, főleg a, a feketéknek a kultúrájában, vidám énekek vannak, ott együtt énekelnek, táncolnak, ez sokkal menőbb, sokkal jobban tetszene. A német Itt meg így, így énekel a pap, és akkor... Ki vagyok ettől? Nem egyet érteni megint a megadjával. Azt mondanám, hogy itt is ilyen jó gospel énekeket nyomnának, ilyen nagy fek csajok. Én, én, én szívesebben elmennék koncertre. Lehetne több varázslat is. Olyan, mint a gyűrűk ura is, hogy ott van a Gandalf, aztán ú, nagy varázslat, sose láttam semmi nagy varázslást tőle. Ugyanez. Fút. A Mózes az nagyobb varázslatokat csinált, mint a Jézus. Ninc Ninc. nincs ilyen feszkó ebben? Tegyük az, hogy Jézus meg föltámadt. Tegnapi hír ez, hogy a levelet írt az Európai Bizottság, hogy az Erasmusból Banhammer lecsap, Magyarországra? De hát csak az, az alapítványi összes, egyetemek. A, hát, ami az... ugye csak az eltén kívül az összes egyetemünk nagyjából ami <laughs> számít, hol vannak, igen. És elkezdtem nézelődni utána, hogy most ez, ez milyen problémákat vethet föl. Ugye az Erasmus azért... Csak aki az, az re lement a holba tegnap. Akik voltunk Erasmusosok, azért ezt tudjuk, hogy, hogy ennek azért van létjogosultsága, és ezt tudta a kormányunk is amúgy, és valószínűleg tudja a bizottság, is, nem tudom, hogy ezt most be fogják-e itt vagy nem. Nem néz neki túl jól. Én emlékszem, amikor még Németországba akartam menni doktorizni, 16-ban. Kimentem Freiburgba, és akkor mondták, hogy ja, hát akkor itt van, hogy akkor egy fél évre, nem tudom, hogy van, meg minden lófasszal együtt, hogy akkor hát nem tudom, hogy be kell fizetni valami havi száz eurót, vagy valami ilyesmi. És akkor mondták, hogy ja, várjál, csak nem, 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 hanem nézét 1500-at, és azért, mert azt hitte, egy, egy pillanatra rossz sort nézett, amikor kilépett Nagy-Britannia az EU-ból, akkor ő nekik ennyire megugrottak a fizetési kötelezettségek, és nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy ilyenekből kizárás, az nagyon sok embernek azért kurvára tönkre teszi, így az egyetemi életét, meg az a, lehetőségeit rohadtul bekordáltozom. Most ez nyilván a Ráhelnek hát, nem pedem, lett hogy arról szól probléma. Magyarország mostanában, hogy mennyi lehetőséget megadunk a diákoknak, nem? Pedig kéne. És ráadásul ugye itt nem csak az Erasmusról van szó, hanem a Horizon pénzekről, amik ilyen fejlesztési pénzek. Irgalmatlan mennyiségű lóvét beleönt az EU, és hát jellemzően nyugat-európai nagy egyetemek pedig elnyerik ezeket, és abból csinálják a kutatásaikat. Nálunk pedig ilyen kétségbe esettem próbálnak összefogni a kelet-európai országok, hogy valami lecsúranjon, cseppenjen oda is. Nyilván ezeken az egyetemeken is egy csomó kutatás működik, ami, ami Horizon pénzekből is mehetne, hogyha el tudnák nyerni, mivel annyira nem tudjuk ezeket elnyerni, ezért szerintem is az Erasmus az, ami itt a jobban húsba vág áll, mint lehet, hogy pénzben kevesebb, de jobban érinti az embereket. Amúgy az e a legnagyobb megbánásom egyetem kapcsán, azon kívül, hogy eltrogárkedtem vagy a tévet, hogy nem mentem ki Erasmusra. Az, az, egy szomorú. Nagyon hülye voltam. Úgyhogy, ha bárki gondolkozik ezen, az nyomassa, mert ha valami, akkor ezt ki kell használni. Igen, ezt én is azt gondolom. Én, én, nagyon sokat tanultam. Abba nem voltam sokat kincs, egy fél évet voltam és, így is azt mondani, hogy egy meghatározó időszak volt. És még csak nem is borzalmasan messze voltam, de az embert kidobják egy ilyen közegbe, ahol teljesen ki van húzva a lába alatt a így nem érted, hogy mik vannak kiírva, meg nem tudom. Kivéve ugye, hogyha Németországba mész, vagy Nagy-Britanniába, de Lengyelországban táblákat nem tudtam elolvasni, olyan hülyén voltak írva. Összekerülsz egy ilyen vadidegen emberekből álló csoporttal, és ott így ott meg kell találnod a helyedet. Úgyhogy nagyon tanulságos, meg nyilván olyan emberektől hallasz akik amúgy nem találkoznál. De hát ez most akkor eltűnhet. Eltűnhet azért. Amúgy mindig azt hiszem, hogy ez akkor, á, ez biztos nem csinálják meg, biztos, hogy megoldják majd, aztán ilyenkor szokott ez hogy ez is sehetünk. Az elmúlt időszakban azért láthattuk, hogy volt először az, hogy, hogy fizetős lesz a felsőoktatás, de aztán nem lett fizetős. Csak röghöz vannak kötve ugye a, a diákok itthon, hogy muszáj bevállalniuk x évet, hogy itthon dolgoznak, vagy ugye különben ki kell fizetniük az oktatásukat. Vagy ezt írjátok már, hogy ez még megvan-e vagy nem, mert hirtelen erre már nem kerestem rá. És mi, mi, mi történt itt a Rabbit Hall-ba? Hát találtam egy ilyen tanulmányt a Magyar Felsőoktatás Nemzetközi versenyképességének néhány tényezőjét illetően de van írva a helyzetjelentés, meg célok is. Nagyon jó célok vannak nyilván leírva az, hogy a, hogy a magyar felsőoktatásba jöjjenek be külföldről fizető ö, diákok, és a magyarok pedig minél többet menjenek külföldre, és jöjjenek is ugye haza utána, és ö, minél ö, használhatóbb ö, tudást szerezzenek, és így bővüljön az itthoni tudás, is. Ráadásul ilyenek vannak írva, egyértelműen az exportfejlesztés és a határokon átévelő integrációt fogalmazzák meg, mint az átmenti országok stratégiai kitörési pontjait a válságból. Ez még ugye a 2008-as válság. Az oktatás kiemelten a felsőoktatás önmagába véve is alanya lehet egy exportfejlesztési stratégiának, de a stratégia a világra nyitott, kiművelt emberfők termelésével az egész gazdaság felzárkózásának egyetlen záloga, miként ezt a feltörekvő ázsiai országok vagy skandináv államok példája bizonyítja. Ezt kiírta. Ezt a Tempus közalapítvány írta, nem tudom, tessék, ott van kormány támogatás, meg EU támogatás. Na, a zsír. Ez egy tök vállalható dolog, tényleg, hogy minél több, minél többet tudó ember kell, hogy legyen ugye az országban, és akkor leírják azt is, hogy a, valószínűleg csökkenni fog a hallgatói létszám, és hogy minél több külföldit próbálnak ide csábítani. És amúgy marha érdekes, az összes a felsőoktatási szakképzés is benne van, ami ugye 2000 előtt nem volt, és Az oké, itt, és benne van. Nem, ez a, ez a fox. Nincs. Ez a felső oktatási szakképzés, amit egyetemeken csinálnak, és ilyen egy két éves képzések, uh -huh. és nem BSC szint. Ezt nem is hittem volna, hogy ez, ez ilyen tizen pár ezer vagy, sőt, itt volt egy 20 ezer fős megugrás, de hogy. Én azt hittem, hogy ebben sokkal többen vannak. Tehát a magyar, magyar felsőoktatásban a 91 százezres értékről sikerült felszaladni, ugye egy ilyen 420 ezres csúcsra. 2003-2004-ben? Hát egy ilyen mocskos, 2000... megyesi gyurcsányi kormányzat alatt. Jó, de akkor mindenért adtak diplomát, nem? Hogy izé mindenféle bölcsészek meg ilyenek, nem? Hát, mint hogyha most ugye nem lennének. Ja. De erősen visszaesett, igen. Szóval mi, mi volt a csúcs? Amikor 424 ezeren tanultak ilyen képzéseken, felsőoktatásban, tavalyi adatok alapján már csak 293 ezer. Hát az... Igen. Erősen lecsökkent, és ami ahol viszont ö, töretlen növekedést lehet észrevenni, ugye, és ez nyilván kicsit csal az osztatlan képzés, de hogyha azt nézzük, amikor a kifutottak a korábbi rendszerekből az utolsó szerencsétlenek is, 2016, az osztatlan képzésben ugye mik vannak ott? Jogász, orvos, nyilván ugye az erdőmérnök, jó szerencsét, de ebből az erdőmérnökön kívül ezek olyan, főleg az orvosi egy olyan ö, szak, az amiden... szakok az erdőmérnökön kívül. Szóval az orvosi az kifejezetten egy olyan szak, amire ugye jönnek mindenhonnan ö, diákok. Hát itt még mindig van egy növekedés. Az hát az, valószínűleg... az elég szó, szó. Most 43 ezer, aztán 44 ezer, hát 44... ezer. 40 ezerről ment föl, 44 ezer, Az 10 százalékos növekedés. Az jó. Na, az a lényeg, hogy tehát akkor láthatóan lecsökkent a felsőoktatásban résztvevők száma, ami valószínűleg igen, ezzel is magyarázható, hogy eltűntek ezek a nyíregyi főiskola szintű oktatási intézmények, ahova ugye a DAL alapján is segbekúrni járnak egymást az emberek. Kibaszott jó helyez, ez a nyíregyi főiskola. Amúgy a térségben mindenhol csökkenő tendenciát mutat azért így a felsőoktatásban részvélők aránya, de alapból egy magasabb szintről indult ez a csökkenés, mondjuk Csehországban, meg Hollandiában nyilván ugye, Romániában meg egy alacsonyabb szintről. Érdekes módon azért arányban van a jellemzően a fejlettségi szintjével az országnak, kivéve azt hiszem Luxemburgból egy százalék volt nálunk, meg ugye három, Csehországban négy, Hollandiában mondjuk 5-6 között. De ez egyértelmű, hogy, hogy minél többen vannak a felsőoktatásban, annál több, tehát aki ott van, annak több lehetősége van. Mondjuk nagyobb valószínűséggel jut el a Dunning-Kruger effektusig, és jön rá, Vagy hogy mondjuk kritikusan kell vizsgálni. Nagyobb minden. valószínűséggel költözik külföldre, mert igazából hiába van ez a röghözkötés, amiből hiány van itthon az orvosok, még így is kimennek külföldre egyféle, Most már jobb a helyzet itthon, majd pénzügyileg, de még így is sokkal többet tudnak külföldön keresni, és külföldön nagyon keresik az orvosokat, és a magyar orvosoktatás az elég jó. Az, hogy kimész külföldre, és az ottani az ország, vagy a kórház, nem tudom pontosan mi, de hogy utólag kifizeti az oktatásodat, az nekik nem tétel. És nekik még mindig olcsóbb, mint mondjuk egyetemeket fönt tartani, vagy még több egyetemet csinálni, orvosi egyetemet. Szóval so el megcsinálít az orvosokat, és kicsábítják őket, kifizetik a bérüket, és utána meg itthon meg nem bővelkedünk orvosokban, ahogy tanárokba se, de az már más, más miatt van. És hát ugye a, a finanszírozása is az egyetemeknek azért nem volt túlságosan biztosított, viszonylag szarul kerestek az egyetemi tanárok, akiket amúgy basszus, a köztársasági elnök nevezett ki egyetemi tanárnak embereket, és aztán ideültek, 160 ezer nettó. Ja, de most ugye az alapítványi egyetemekkel ezt sikerült megoldani, ugye irgalmatlan pénzeket, múlrészvényeket oda csaptak hozzájuk. Ez a problémája elvileg az Európai Uniónak, hogy ezekben az alapítványokban mindenféle magas rangú kormány funkcionáriusok, meg pártfunkcionáriusok vannak benne. Ami, hát nem tudom, ez megint egy ilyen érdekes dolog, hogy emiatt az Unió visszafoghatja ezeket a pénzeket. Nyilván nem a Novák Katalintól fogják ezt tiszét, vagy a Varga Judittól, vagy ki a Miskolci Egyetemen a Varga Judit, azt hiszem, azért van benne ebbe a, a, bizottságba. Nem tőle veszik el ezt a pénzt, hanem az egyetemtől. Meg amúgy is, hát ezt, ezt ilyen könnyen meg lehet oldani a Fidesznek is, hogy csak azt mondja, hogy kicseréljött a Varga Judit, valami, valami haverjukra aztán készen van. Ami még itt érdekes volt, szerencsés esetben 10 000, kevésbé szerencsés esetben 5000 magyar hallgató folyamatosan külföldön lesz részképzéseken 2020-ra. Ezt írta ez a tanulmány. Lássuk, mi történt. 2019-es adat. Hmm. hát, három ezer. Hát, hát négy. Hát, a szerencsétlenebb eset, ez 14 be hát. volt, innen akartak ugye kb. elindulni, és csak lefelé mentünk. Hát igen, és főleg úgy, hogy ugye ödik egymást mondjuk a budapesti egyetemeken az Erasmusért az emberek. Nálunk Sopronban ott, ott másképp volt, ott jelentkezési határidő után oda sétáltam a tanárhoz, aki ezt csinált, és megkérdeztem, hogy lehet-e, mondta, hogy persze, takarodjál. Senki nem akart menni, nem annyira sikerült elérni itt a célokat, viszont találtam egy érdekes ilyen országimás videót, mert hát ugye nekünk is, tehát ez is benne volt egy tanulmányban, hogy ugye, vagy ebbe a tanulmányban, hogy fejleszteni kell az országimást is ilyen szempontból, és hát reklámozni kell a magyarországi tanulmányokat. Nem lesz bonyolult, ne aggódjatok. Ilyen szép divers közösség, mint egy Neptun kezdő study in hungary teach me how to face change in your life with your studies This time has been full of... Most okay, ez egy... Most ezzel mit kell nézni? Ez minden videó ilyen. Minden corporate videó ugyanilyen. Egy millió van, és mind ugyanilyen, és ugyanezeket mondja. hát, ami... Persze, hogy Indiában jössz egy kis faluban, akkor ez izének ízé tűnik. Semmi íz... specifikusat nem mondanak. Hát de ez összes ilyen, ilyen, Azt... ilyen corporate szar videó ugyanez. Mi azokat kérdezték meg, akik jól érzik magukat. Mi ezt majd beválják, hogy ez rakásszar, tele van rasszistával, bazd meg. Sírjál, <laughs> lépsi. Jól érzik magukat itt a migránsok. Tényleg egy érdekes képet fest ez a magyar felsőoktatás, és nem úgy érzem, hogy ezekkel a, a, a reformokkal egy olyan elképesztő jó iránymoment volna el. De itt az EU-s pénzek visszatartására a dopmennek van egy remek üzenete. Úgy is odaadtátok már az ukránoknak a nagy részét, valljuk be, és igazából nincs mit odaadjatok, tehát kenjétek adjatok. Nem ki a pénz és ha sokat masszíroztok, még a Pride-ot is betiltatom, sőt, betiltatom az LMBTQ-t, meg az itt e is. Külön az elt, külön az m a b -t, a t, -t a kút, meg az itt. E még a magyar ABC-ből is kitiltatom, én ezt mondom a Viktornak eljébe. Figyeltek, csináljuk azt. a miniszter Fölveszek a kínai pénzt, és rajtam keresztül meghitelezzük az Uniót, úgyis szerettek ilyen közös hiteleket fölvenni, háború Látszik, hogy egy gazdasági szakember, nem? Nem érted, hogy szemüvege van, akkor értelmes ember? És majd együtt visszafizetitek rajtunk keresztül, mert mi megkitelezzük az uniót kínai pénzből. A Varga Mihály az valószínűleg egyfolytában jegyzetelt. Igen, ez a Dopman, ez uh, haladó szellemű, egyáltalán nem megzeberedett ember. De ma, ma, reggel, amikor jöttem a munkába az utcán, volt egy, volt egy nő előttem ment, hogy átjött is az ebrán, és így magába ordibált, de nem csak, nem, nem csak, hogy ordibált, hanem egy dinoszaurusz hangokat adott. Ki. Rá, és így, jó, hát jó, hogy átlag reggel Budapesten, de hogy valamiért ez, ez ugrott be ebből, hogy csak ő fölvette ezt. Annyi a különbség egy buszon horribáló ember és a dopmen között, hogy a dopmen nem a buszon van. De a fontos hírekre nem került sor már megint, hogy szégyellem, hogy többet keresek a férjemnél. Miért csak egyetlen éjszakára kellettem? Arra, hogy a Rákai Filip szerint a trollok miatt rossz a értékelés. Arról a... még mindenképp beszélni. De nem, arra a csoportom majd lesz egy külön egy vagy kettő epizód is az aranybulláról. A Lipsik szerint rossz, a Rákai Filip szerint csak Amerikából pontozzák le. Itt az idő, hogy a Csokival végignézzük az aranybulát, és pontot tegyünk ennek a végére, úgyhogy a Igen. a fókuszcsoportra jön egy epizód, amúgy erről. De még akkor a záró hírünk következik, egy nagyon fontos hír. Gyűlöllek, mint a szart. Szabó Zsófi egy magyar celebet küldött el melegebb éghajlatra. Ez egy szó vicc akar lenni, hogy itt melegebb éghajlatra küldte el? Szabó Zsófi a Balatonszán vip küldött el egy ismert magyar celebet meglehetősen csúnya szavakkal. Ki lehet ez? Ho Mi, Mi lehet történt? ez a hír? Ho Honnan Mi ez a hír? A csoport YouTube csatornák szülőatja, Szevasz, Nagy Ádám az év utolsó heteiben indított útjára egy napi rendszerességű reggeli kibesz... műsort. Jó, mindegy. Az a ezek ez a lényeg, a hiánypótló a műsor. Promotions.hu. Hát, amúgy nem csak ez írta meg cikkben ezt, mi Zsolt itt volt, akkor mondta, hogy ha ezt belerakjuk, az meg le fogják hozni, és tényleg lehozták. Mozgok. Na mindegy. Ádámhoz csatlakozott Szabó Márton, talán ismertem nevén Csokker. Új csatornánk van, 60 ezer körüli nézettséget produkálnak a videók már egy hét után is, azt mondják. Hát, pedig már ennél magasabbat. Olyan, hát, és, de mégsem még iratkoztok fel, szóval akartam kérni, hogy eddig volt az, hogy szépen kértem, most már tényleg nem kell itt a buziskodás, mindenki iratkozzon fel. Tényleg ki vagyok már ezen? Amúgy nem, nem. nem. Ez már nem érdekes, ez már Zsoltiról szól, leszarom. A, a lényeg az, a mi videónk. Ja, ha valaki a promotions.hu-ról uh, van itt, ezt üdvözöljük. Iratkozzatok fel, a jól van ez ígyre. Holnap uh, most már rengeteg bekészített remek dolgot kell megbeszélni, csak a randikról, meg a, 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 a randikról. de, meg de a ezek nem is, nem is működnek ról. így, hogy, 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 belecsúszok ezekbe a rabbit hole és aztán, én azt mondom nektek, hogy tanuljatok, legyetek bátorak. Menjetek ki külföldre. Menjetek ki külföldre. ne gyertek vissza. De hozzátok <laughs> haza a tudást, csak ezt akartam mondani, hogy hozzátok haza a tudást harapítsátok a hazát vele. Mindenleg ez a legjobb Na. bassza meg. Gyertek haza. Te, mert hogyha nem jön senki haza, akkor örökre ez lesz, és akkor külföldre ugathattok, hogy ti a portugáloknak szurkoltok a magyarok Ezért ellen. volt muszáj elköltöznöm. Ezért M voltam muszáj elköltözni. Igen, a vonatkozó modoros blog cikket. Ezt klasszikus, klasszikus. Mondta a Peti, hogy valószínűleg január végére egy kicsit lesz egy ilyen mélypontunk, hogy kiégünk. Aha. De ti itt lesztek, és tartjátok a lelked bennünk. Remélem, hogy itt lesztek, mert Mi buena cuida, ahí está, sí.